Most. Oké. Okay. De akarsz valamit hozzáfűzni a bemutatásotokhoz? Hát csak a 10 másodperc szünetet szerettem volna, de nem baj. Hát igen, én arra büszke vagyok, hogy a Dezső volt a tanárom, és többször is meghallgattam nála a részecske fizika kurzust. Talán ragadt valami rám belőle, és ha nem, az nem az ő hibája. Ugye, Dezső? Ugye. De hát a doktorit is írtál Debrecenben, az azért már valami, és Noémi. Jó, ez kétségtelen, meg később. Így van, Noémi tavaly védett, igen, és mi több, én még tavaly még habilitáltam is, úgyhogy azt hiszem elértem a röppája csúcsát ezzel. Jó, tehát rólunk ennyit, mi valóban az Atomki munkatársai vagyunk. Noémi az Atomkiben tudományos munkatárs, én tudományos főmunkatárs vagyok. Rólunk ennyit. Még mivel foglalkoztok konkrétan? Azt a három dolgot, amit csináltok a CMS-ben, azt azért elmondtattál. Ezt majd fogjuk mutatni is egyébként, mert most van olyan szerencsétek, hogy akkorát csúszott a schedule, hogy még láthatjátok nyitva a kísérletet. A mi alapvető elsődleges munkánk, amiért minket ide az Atomki kiküldött, ez a műonrendszer helyzet meghatározó berendezése, majd fogunk erről részletesen beszélni, most egyelőre legyen elég ennyi, és hát a 13 éve, amióta mi itt rontjuk a levegőt, az idő alatt azért egyéb ilyen készségeket is fel kellett kapnunk, tehát foglalkozunk pusztán optikai környezeti paramétermérésssel, hőmérséklet, páratartalom és a többi, fizikai stressz, távolságmérés, ilyesmi. Ez ilyen száloptikás történet, ami borzasztóan érdekes, és hát úgy szoktuk hirdetni, hogy hatalmas innovációs potenciálja van. Én nagyon boldog voltam, amikor ezt a szót kitaláltam, a kifejezést. És hát ezen felül egy csomó minden egyébbe beleütjük az orrunkat, a biztonságtól kezdve a technikai koordinációig. Láthatjátok, hogy a vizitekben is a virtuális viziteket 7 éve gyakorlatilag mindegyiken ott vagyunk, és találtuk ki egy magyar csapattal közösen. Ez egy sikerterméke lett a CMS Outreach-nek, évente csinálunk belőle olyan, hát eddig olyan 30-at, most az idén szerintem 50-et, mert ugye normális vizita az nincs, tehát ez van. Egyre kapósabb a dolog, próbáljuk majd nektek is reklámozni egy kicsit, mert azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Jó. Én azt mondjad. Azt elmondott, hogy hogy alakult az ki, hogy a 4 kísérlet közül CMS lett a legjobban látogatható, amelyikre a legkevésbé számítottak eredetileg. Úgy, hogy nekünk egy olyan technikai koordinátorunk volt, most már nyugdíjba tavaly, aki kifejezetten, ugye az Austin, aki kifejezetten ezt a dolgot támogatta. Tehát nem, tehát azt kell tudni erről, hogy ez nem egy objektív dolog, hogy van vizét, meg a biztonsági előírások éppen hogyan alakulnak, ez inkább általában a főnökök tűrőképességétől függ. És hát a mi főnökünk az egy nagyon, hát azt hiszem erre a cool szó a legjobb, egy nagyon, nagyon jó csóka volt, és hát ő ezt támogatta. Na most ennek az lett az eredménye, hogy nekünk van az egyetlen olyan látogató platformunk a kísérleti teremben, ahova látogatókat be lehet engedni. Az Atlasz valamit piszkál, de hát nekik más a geometriájuk is, nem tudtak akkora területet kijelölni, és hát a virtuális vizitek is tulajdonképpen, hát azt nem mondom, hogy nálunk kezdődtek, de hát nálunk van olyan felfutása, ami máshol nem nagyon tapasztalható. Jó, én azt mondom, hogy kezdjünk el körbe menni, jó? Tehát mennyire készítettétek föl a hallgatókat a fennből, CMS-ből? Hát én megmutattam a CMS szerkezetét, elmagyaráztam a teket, meg a kalóriméterket, meg ilyesmek. És azt is elmondtad, hogy hol van? Azt nem. Azt nem. Akkor azt mondom, hogy akkor kezdjük azzal,
Tehát ez az. Tehát ez egy szép látkép, szerintem a világegyetem egyik legszebb pontja, vagy környezete, amit láttok. Ez a Genfi medence, igen, Noémi majd piszkál a egérrel, és akkor azt fogjátok látni. Ott leghátul van a Mont Blanc, az a legmagasabb pont egész Európában, ez általában innen egész jól látszik. Előtérben a Genfi medence, a Genfi tóval tisztán látjátok. Ott van Genf, itt van a Genfi reptér, az nagyjából akkor lehet érezni, hogy ez a kifutópálya, ez azért ez egy nagyjából olyan hosszú, mint a pesti, tehát ilyen 2-3 kilométer hosszú, és látjátok ezt a sárga kört, ami hát tulajdonképpen az LHC, az az emberiség által épített legnagyobb gép, ami itt látszik, 27 kilométer a kerülete, csak hogy körülbelül hogyan viszonyul kedvenc városomhoz, Debrecenhez, ha föltesszük, tehát azt lehet látni, hogy a reptértől egészen a bőven az egyetemen túlig ér. Igen, de hogy legyen ez a pestiek számára is érthető, tehát ugye nagyjából a Hungária körút a sugara, mondjuk a BEM tértől, tehát ha jól tévedek. Tehát körülbelül ekkora területet fedünk le, vagy kerítünk be az LHC-val, és akkor ezen a gyorsítón, ugye ezen az oldalon van tulajdonképpen a CERN-nek a fő kampusza, igen, amit hát ugye a mellette levő faluról a Merani kampusznak hívunk. Van még egy másik, a Prefsani kampusz. A kékkel jelzett kisgyűrű, az egy 7 kilométeres gyorsító, az a szuperproton-szinkrotron gyorsító. Ugye ő termelt Nobel-díjat a CERN-nek. Az LHC nem a CERN-nek termelt Nobel-díjat. És akkor az LHC-n van 4 nagy kísérlet, az LHC-B, meg az ALICE, ezek két kisebb kísérletek specializáltan, ugye az LHCB a nevében is benne van, a B-kvarkra koncentrál, az ALICE az egy heavy ion, ugye abban az I, az ion, tehát nehéz ion ütközéseket vizsgáló kísérlet, és van két nagy általános célú, a CMS, meg az ATLASZ, ezek egymással átellenesen vannak, ennek oka van, tehát ez kiszúrásból van a CMS a legmesszebb, de hát az eredménye az, hogy mi itt ülünk, ahol a Noémi mutatja, Franciaországban, masszívan benne Franciaországban, egy Szesszi nevű kis falu mellett, egy csodálatos helyen, látjuk a Mont Blanc-t, látjuk a Jurát, amiről ez a fotó készül, ugye az se semmi, mert hát a Jurakor meg az összes ilyen föltörténeti dolog az azért abban rendesen benne van ez a hegység is, és hát nagyjából ez a környezetünk. Tehát említettem volt, hogy erről nem beszélek, hogy tehát 4 nagy kísérlet van, nagyságrendileg 100 méterrel a föld alatt megy a gyorsítógyűrű, átlagosan, itt nálunk 97 méteren igen, van a padlószint, és nagyjából egy 10 méterrel fölötte van a gyorsítónak a szintje, tehát nagyjából egy olyan 90 méteren van a gyorsító. Tehát ez változik pontról pontra. Nem sík a gyorsítónak a síkja, tehát nem vízszintes, kicsit dől a Genfi tó felé. Ennek kőzettani oka van, egész egyszerűen egy kőzetrétegben érdemes maradni, mert az itteni molasszos, meg márga, meg mészköves történeteknél a kőzet határokon jön a víz nagyon. Tehát érdemes egyben maradni, és ezért van egy fél százalékos lejtésünk. Ezt bent a kísérleti üregben nem vesszük észre, de ha leteszel egy golyót, az azért elgurul. Igen, na most ennek ellenére a legmélyebb pont az az ALICE-tól felénk van egyel, mert hát a föld felszín az meredekebben emelkedik a hegy felé, mint amilyen a dőlés a gyorsítónak.
Jó, tehát nagyjából ez a mi helyzetünk, és akkor én azt fogom kérni, kikapcsolom én a share-t, és a Noémi fog visszajönni, vagy a Noémi be fog kapcsolódni, és körbe megyünk itt a vezérlőtermen. Tehát ahol vagyunk, ez most a CMS-nek a vezérlőterme, elég nyugodt vidék most, mostanában, most éppen nincsen semmiféle műszak itt. Letelt az egyik Global Run-nak hívott történet, amikor minden aldetektor működik. Most éppen egy szünet van, de amúgy, amikor itt adatgyűjtés van, akkor ebben a térben, ahol most én is ülök, itt öt ember van éjjel-nappal, már 8 órás váltásokban. Beadom a Noémit is. Sőt, a Noémit adtam be, én ott ülök. Látjátok, amit én küldök? Én látom. Igen, mégis. Jó, és akkor lehet, hogy jobb is, hogyha én itt nem exponálom magam annyira, hanem majd csak bele-bele szólok. Tehát ez a CMS-nek a kontrollszobája, innen vezéreljük a harcot. Olyan szobából, visszahallom magam Noémitől, tehát olyan szobából, amiben adatkiértékelés, szimuláció, felügyelete zajlik, abból több is van. Egy van Meramban, meg azt hiszem, hogy van a Daisy-ben, van a Fermilab-ben, tehát Törökországban is van még egy, de olyan szoba, ahonnan a hardvert vezérlik, abból csak egy van. Na, itt vagyunk mi, itt tücsörgünk, én a kedvenc rövid nadrágomban, és a különböző posztokat mutatja a Noémi. Hát most éppen van, ahol éppen nem fut semmi, ez, amiről éppen elszkennelt ez az adatgyűjtő, tehát a DAQ poszt, ez az egyik legfontosabb, hiszen hát azért a 120 millió adatcsatornát azt fejni kell rendszeresen, és a kijövő adatokat, azokat össze kell úgy rendezni, hogy azt szalagra lehessen írni. Ennek a felügyelete zajlik itt. Ahol én ülök, az a trigger. Igen, itt most éppen semmi nincs, majd beszélünk a triggerről alkalomattán. Ezek a fő képek, tehát a fő áttekintő view a CMS működéséről, hát semmi nem működik most jelen pillanatban, úgyhogy... Úgyhogy ez ilyen, de hát ez ilyen. Az alatt, a képernyő alatt, ahol, amit a Noémi mutatott, ott szokott ülni a Dezső a DQM shifteken, tehát az adat minőség ellenőrző shifteken. Ez igazából nem arról szól, vagy nem csak arról szól, hogy mennyire jó az adat, hanem arról is, hogy ugye az adat folyamból, a mérési eredményekből lehet azért következtetni arra, hogy a hardware jól működik-e vagy sem. Ezt otthon is csináljuk a osztálytermi kísérleteken is, hogy azért ránézünk az adatra és látjuk, hogy valami beteg, akkor általában azért a hardware működésre lehet következtetni. Ez itt is így működik, ez egy úgynevezett early warning system többek között, tehát tud szólni az adatminőség elromlásánál adott helyeken, tud szólni ez a munkatárs az adatgyűjtőnek, illetve majd a DCS-nek, amit a Noémi mindjárt megmutat. Ez a pozíció, amit most mutat, ez a shift leaderé, tehát a szolgálatvezetőjé. Nyilván kell ebben a rendszerben lenni valakinek, aki főnök, hát itt ül a főnök. Az ő feladata az, hogy ez az egész Verkli működjön. A adatgyűjtési feladatokat, amiket a rangkoordinációs meetingeken találunk ki, azokat végigverje a szolgálatokon, tehát hogy végigmenjen ez a történet, minden el legyen végezve, és hát persze ő tartja a kapcsolatot az LHC-val is, mert hát nyilván függünk a gyorsítótól elég erősen. A Noémi mindjárt megmutatja, remélem a bácsi most nem itt akar szerelni mögöttem közvetlenül, mert ez nagyon örülnék neki. Ez a DCS, tehát ez a Detector Control Systemnek a vezérlő felülete. Aki itt ül, annak az elég sok mindenért felel. Tehát felel egyrészt a magáért a rendszer infrastruktúrájának, a detektor infrastruktúrájának a működéséért, tehát azért, hogy minden egyes detektorelem megkapja a megfelelő tápfeszültséget, hűtést, gázt, nagy feszültséget,
és a többi, illetve felel azért is, hogy itt a biztonsági feladatok is el legyenek látva, tehát ugye van itt van nagyjából 50 kamerája az itt ülő emberkének, folyamatosan látja a detektorüreget, a felszínen levő mozgásokat, mindent, illetve felel a beléptetésért, ez a konzol, ott is van egy halomkamera, még a liftben is van kameránk, úgy képzeljétek el. És látja, hogy ki van bent, látja, hogy mikor ment be, és a többi. Ez egy olyan tabló, ami a detektor biztonságának az áttekintését, illetve hát néhány tűzoltási funkciót is tartalmaz. Itt fönt áttekintő szinoptik van arról, hogy mennyire működik. Hát ugye itt mindennek zöldnek vagy fehérnek kell lenni, amikor adatgyűjtés van. Nyilván most egy csomó nyomásérték nem jó, tehát most éppen azt látom, hogy ez a három piros egymás alatt a különböző, így van, pithead cover, shielding wall plug, ezek nyilván nyitva vannak, tehát a nyomások nem jók. Ezeket majd be kell zárnunk, majd ezekről beszélünk, ezek között van 1000 tonnás darab is, amit helyére kell küldeni. Hát nálunk ma ilyen az idő. Az a Jura-hegység egyébként, amit most nem sok minden látszik belőle. Jó, én azt mondom, hogy Noémi, szerintem te kezdjél el, igen, a bácsi az... Csak kell a sapkád. Ja, kell a sapkád. Közben, ha van kérdés, szívesen próbálunk válaszolni rá. Itt vagytok még? Igen. Na, kérdezzetek. Ha elég hangosan mondjátok, akkor hallja a Zoli. Jó, szerintem majd Zoli közben esetleg lesz. Szóval nincs kérdésetek, na. Jó, az a másik rész, amit a Noémi nem mutatott meg, az az aldetektorok zónája. Ide ülnek be az aldetektorokért felelős szakértők dolgozgatni. Ugye ez ma már egyre kevésbé lényeges abból a szempontból, hogy hát nagysebességű hálózatok vannak akár otthonról is, tehát be lehet jönni. Ezért nem ül itt most olyan sok ember. 10 évvel ezelőtt azért ilyen időszakban ez tele volt. Egymástól lopottuk a székeket. Egy megjegyzés, hogy azért akkor is interneten keresztül irányítottuk őket, csak ott ültünk. És az volt a jó, hogy ott ült mellettünk a másik. Igen. Tehát azért, amikor itt high time van, akkor még most is erősen terhelt ez a zóna, de tulajdonképpen ma már az emberek többsége, hát ha nem kell manuálisan szerelni valamit, akkor otthon ül. Egyébként ez valamelyest a Covid-nak is köszönhető, tehát nálunk is azért az az elf, hogy ha otthon vagy, vagy otthonról tudsz dolgozni, akkor ne gyere be. Jó, én vissza, kiveszem az én spotlightomat. Mondjad? A laborotokban dolgoztok? Továbbra is? Hát mi manuális emberek vagyunk, úgyhogy meg ilyen kis vakond, úgyhogy mi elbújunk a laborba, igen. Tehát ha megnézed, hogy a bőröm az fehér, nem napoztam nyáron. Igen. Jó, Noémi szemérmesen elhallgatja azt, amit csinál. Halló. Bemegy és belebámul a Siris vizsgálóba. Így van. Na most, ha valakinek még, már nagyon régi az a film, ez az Angyalok és Démonok, de hogyha valami ring the bell, tehát valakit emlékeztet ez a dolog arra a filmre, akkor az hát nem a véletlen műve. Azt a filmet, amikor forgatták, akkor az éppen aktuális Iris olvasó, meg egy ilyen kapu volt benne. Hát a CERN-nek erősen szerepe volt ebben a történetben. Na most, ha valaki még emlékszik a filmre, akkor ahhoz képest ez egy olyan modell már, amit most használunk, ami kétszemes, és nézi azt is, hogy vérkeringés is legyen. Tehát, ha értitek, mire gondolom. Hát persze, hogy egy kibányászott szemet voltak. Így van. Azért a régi modellnél én megkérdeztem pofátlanul az 55-ös épületben, ahol az iris mintát leveszik, hogy ha hoznék egy ilyen műszemet, akkor fölvennék ki annak az iris mintáját, és a bácsi, hát akkor még csak somolygott. Ma szerintem azt mondaná, hogy nem. Jó, tehát ez a lift, az egyik lift, amivel a föld alá lehet bújni.
Most a mínusz egyen van, ahogy látom. Nem, már meghívtam, már meghívtam. Már meghívtad, jól van. Én beteszem a saját képemet is, mert el fogjuk veszíteni a Noémit a liftben. Lefelé menetben meg szokott szakadni a kapcsolat, fölfelé jövetben nem. Ez a telefonos 4G hálózatnak a varázslata. Jó, tehát a Noémi le fog menni a mínusz kettőre, és ott fog végig ballagni először. Szerintem, amíg rád várunk, addig én beteszem azt a térképet. Már itt van a lift. Jó. Akkor amikor te megszakadsz, akkor átfogom. Merci. Akkor átfogom pakolni. Tehát ez egy szép nagy lift, elvileg 32 ember férbe bele. Én nem utazom. De most jelenleg. Most csak 5. Covid miatt, de ez egy 32 fős. Jó, mínusz kettőre. Mínusz kettőre mész, és ahogy én szerintem meg is osztom ezt a képet, ugye ez a föld alatti világnak a térképe, ha fölülről néznénk. Ez az függőleges akna, amin a Noémi most éppen leliftezik. Hát mindennek van neve. Ugye Puy Machine. Tehát a masinának, mi masinának szoktuk csak hívni a gyorsítót, a Puy meg ugye az a függőleges aknát jelenti. Tehát ez a, és azért ötös, mert ez az ötös pont, az, hogy miért négyes, arra azt ne kérdezzétek meg. Tehát itt megy le a Noémi, és azt lehet itt látni, hogy itt van valami. Ez egy nagy föld alatti üreg, amit úgy hívunk, hogy Underground Service Cavern. Érdekes, hogy ez francia, ez meg angol, de hát mindegy. Általában keverjük napi szinten is. És mellette van egy másik, amit UXC-nek hívunk, az Underground Experimental Cavern. Tehát a detektorunk az itt rejtőzik, és van egy másik üreg, ahova a Noémi be fog menni pillanatokon belül. Ez azért van, és akkor én vissza is adom közben a Noémi képét, mert szerintem az most igen, már érdekesebb lesz. És igen, látunk, és el is veszem a saját képemet. Tehát ez azért van, mert van egy csomó olyan elektronika, és majd mindjárt elmegy oda a Noémi, van egy csomó elektronika, aminek közel kell lenni a detektorhoz, de nem lehet, tehát nem hozhatjuk föl a föld felszínre 100 méterre a detektortól, de nem lehet a detektor üregben, mert nem bírja a sugárzást, vagy a szórt mágneses teret, vagy csak egyszerűen annyiszor kell oda menni babusgatni, hogy nem lenne célszerű kivárni ugye a beam dumpot, amikor az ember bemehet. Tehát ezek ilyen eszközök, jellemzően ilyenek a tápegységek, azok nem bírják a mágneses teret meg a sugárzást, ebből van egy csomó itt, meg hát az adatgyűjtő rendszereknek sem árt, hogyha relatíve közel vannak a kísérlethez. Ezek tápegységek, méghozzá nagy fesztápegységek, amiket itt látunk, és szerintem ez a műon rendszernek a nagy fesztápegysége a DTE. Igen. És hát van egy halom számítógép, nyilván amiknek gyors feldolgozás kell, van egy halom FPGA optikai rendszerek, amiknek közel kell lenni a detektorhoz az adat összerendezésnél, és utána már föl lehet küldeni az adatot a föld felszín. Tehát ez egy olyan üreg, igen, majd mindjárt erről is beszélek, ez egy olyan üreg, ami ott van a detektor mellett, bármikor oda lehet menni, tehát például viziteket is szoktunk csinálni, amikor jár a gyorsító, ide lehozható emberek is. Amit itt láttok, ugye a klasszikus, ha visszamész Noémi, ez a klasszikus dugdosús, lemúkábeles történet, na ez nagyon az eleje a detektor gatingnek, ide érkezik meg valahova. Ez 40 éves eszközök körülbelül. Minimum, de még mindig nagyon frankon működnek, és a laborban például, amikor a kameraépítés nálunk van az ISR-ben, a tanárprogramnál, akkor szoktunk ezzel egy kicsit bohóckodni. Remélem, jövőre már lehet. De ide érkezik meg a gating a gyorsítótól. Tehát ugye a gyorsító megmondja nekünk, hogy mikor van ütközés a detektor közepén, és ha akkor kell kinyitni, post-mortem, hát ez egy másik történet, igen. De itt vannak ilyen flagek, ez a... Igen, de ezek a flagek, igen, ezek a gyorsító flagek. Tehát hát pedig, ez egy kellően bonyolult rendszer. Pedig valahol láttam valami olyasmit, hogy
Azt hiszem, egy lemókábelre van felírva, hogy ott jön a gating jel. Tehát a gyorsító mondja, hogy mikor kell mérni. Na most ez a rendszer ezért felel. Ez a klasszikus, és nincs is több ilyen már a CMS-ben szerintem, mert minden ilyen logikai dolog az általában le van programozva FPGA-kban. Elnézést, csak egy magyarázat. A flag az azt a zászlócskát jelenti, hogy valami van vagy nincs. Tehát ezek ilyen is. Ilyen státuszjelzők. Igen. Mi állapotjelzők. És hát akkor itt meg a többi detektorelemet látjuk. Azt hiszem ez talán a trackernek a dolgai. A DQ-ja. Igen. A saját kamerás trackeinket nem kell mutatni. Ez nem annyira érdekes. Igen. De TCDS, akkor ez a központi adatgyűjtő rendszernek a... Igen. Jó. Szerintem, jó. Noémi, ne húzzuk az időt, hanem... Jó, megyek tovább. Jó. Tehát ez az a üreg, ahova mi folyamatosan állandóan bejöhetünk. És ide még szoktak látogatókat. Igen, ide látogatókat is hozunk. Na most felhívnám a figyelmet az ajtó színére. Az egyik kedvenc színem. De a CEN-ben a színeknek, az ajtókon levő színeknek igenis van jelentésük. Így van, ez ezt jelenti. A piros színű, vagy vörös színű ajtók, azok olyanok, hogy ha feltöröd, nem is tudsz csak simán bemenni, csak feltörni tudod, akkor azonnal valamilyen vészjelzést generál a gyorsító vezérlőben. Tehát ez az ajtó olyan, ami mindenképpen generál valamilyen vészjelzést. Emögött egy másik folyosó húzódik, ami szépen kivisz a gyorsítóhoz, tehát nem véletlen, hogy ez az ajtó, ez zárva kell, hogy legyen. Amúgy egyébként ez nekünk egy menekülő águnk arra az esetre, hogyha nem működne az a lift, amin a Noémi lejött, ott, amit most éppen mutat, az is egy függőleges akna, és ott van egy lift, egy másodlagos lift, amit most éppen cserélnek, úgyhogy ezért nincsenek látogatóink. Jó. Na most, hát igen, így néz ki maga a gyorsító. Oda nagyon régen nem mentem be, tehát az egy külön világ, oda nekem is kéreckednem kell, hogy be tudjak menni. Külön dolgom nem volt ott. A legutolsó, azt hiszem, talán egy miniszterelnöki vizit volt, amikor bent voltam. Úgyhogy... Megyünk tovább, jó? Menjünk tovább, és akkor, amit most fogsz látni, az egy sárga ajtó, így van. Ez az ajtó, ez van, amikor átjárható, és van, amikor vészjelzést tud generálni. Ha gyorsító üzemel, akkor ez az ajtó úgy viselkedik, mint a piros ajtó. Ha átmész rajta, akkor azonnal lezárja, letiltja a gyorsítót az egész 27 kilométeren, és hát nyilván, mivel kamera is van hozzá, meg minden ilyen állapot az feljegyzésre kerül, elég hamar kiderül, hogy kiment át ott, úgyhogy a mesét azt nagyon gyorsan ki kell találni. Menjünk be. Mert erre, na most, amikor viszont nem üzemel a gyorsító, akkor be lehet menni. Így van. Amúgy nem ez érdekel. Ugyanolyan, mint a fenti zöld ajtó volt, tehát ugyanúgy iris azonosítás van, ugyanúgy be kell jelentkezni. Oké, siker. Jó. Ez sokkal jobb, akkor... ez az iris szkennel, mint az előtti, az a kis lukas. Pedig az olyan jó pofa volt azzal a kis gömb alakjával, meg kis görbe formáival. De kétségtelen, hogy ez utóbbi sokkal okosabb. Megint egy sárga ajtó, megint ugyanaz a igazságra, amit elmondtam. Tehát látjátok, hogy a biztonságra elég rendesen odafigyel a CEN. Olyan baleset nem lehet nálunk, mint ami Szerpuhovban volt, vagy Dubnában ezelőtt, vagy 40 évvel, hogy a bácsi betévedt úgy a gyorsítóba, hogy járt a gyorsító. Jó vastag és nehéz ajtó. Igen, ez egy nyomásálló, meg tűzálló ajtó. És hát Noémi ebben a pillanatban belépett akkor a kísérleti üregbe. És hát
Így és van. Akkor itt a karám. És akkor itt a karám, ahova a látogatókat beszoktuk engedni, azért pedig arról szól a virtuális vizit, hogy Noémi ezen a karámon csak úgy túllendül. De innentől engedem őt szövegelni. Hűha! Úgyhogy... A hűha arra vonatkozott, hogy abba hagyom a dumát? Igen. Jó, már egy pillanat, keresek egy stabil, jó nézőpontot. És akkor meg letámasztom a kamerát, mert akkor úgy mindenkinek jobb lesz. Na, tehát amit most látunk, ugye beszéltük, hogy egy picit arrébb van a... Ez nem az, amit terveztek annak idén még tavaly. Igen, tehát hogyha minden a tervek szerint megy, akkor ti ezt most nem látjátok. Ezt most nem tehát látjátok. Nem megy, semmi sem a tervek szerint megy, úgyhogy ezt látjátok. A Dezső meg akkor már elmondta nektek, hogy ez micsoda, meg hogyan, meg hogy mi ez. Igen. Ugye, Dezső? És... Hát igen, azért nem által rávilágítottok, hogy mi micsoda itt. Jó. Amit látszik az ujjamon, tehát itt látszik egy cső. Ezt higgyétek el, az megy be tovább. Ez a, ez a nyalábcső, tehát itt futnak a protonok, és tehát ott a legbelső rész, amögött található, a burkolat mögött található a nyomkövető detektorok, a pixel és a tracker. És nem tudom, hogy mennyire látszik a képen, hogy egy picit ilyen lépcsőzetes ez az oldalsó rész. Az egyik, egy rádiusszal külsőbb rész az elektromágneses kalorométer, és még egyel külsőbb rész az pedig a hadron kalorométer, és utána pedig láthatjátok magát a szolenoid mágnest, a szupravezető szolenoid mágnest, majd pedig a mágnesen kívüli rész, ott pedig a fém színűek, ezek mind műondetektor kamrák, és a piros, az pedig vas, tehát végül, amit piros látok, az mind vas, és neki a szerepe az egyrészt, hogy megtartsa a szerkezetet, másrészt pedig a szolenoid és mágneses térnek egy homogén teret kreáljon, és a tér pedig úgy alakul, azt biztos mondta Dezső, hogy belül, tehát ezen a belső, a mágnes belsőjében van 3,8 tesla mágneses tér, míg itt kívül a műarendszerben 2 tesla mágneses tér, és persze ellentétes irányú. Tehát, hogyha egy töltött részecske egy műon kirepül, ez mondjuk sugárirányba, akkor egy S-alakú pályát fog leírni. Mert belül ugye egyik irányba görbül, tehát a mágnes szolenoidon kívül pedig másik irányba görbül el. És hogyha jó helyre kattintok, akkor még meg is tudod osztani ezt az ábrát. Meg is tudom mutatni ezt az ábrát, így van. Tehát amiről a Noémi beszél, ugye itt van a mágnes, ugye ez egy szelete az egész detektornak, amit most láttok. Itt vannak a különböző aldetektorok, amikről a Noémi beszélt. Ugye a mágnesen belül valamilyen irányú a tér, a mágnesen kívül, meg hát ugye visszafele megy a tér. Tehát ezért van az, hogy ez a műon pálya, ez ilyen S alakú görbült, és hát akkor most már értitek, hogy a CMS-nek a logója is mérjem. És van még valami, hogyha leveszed a megosztást, amit nem mindig szoktunk mutatni, mert nem mindig látható, ezek a fekete bicikliváza terület, na azok, amivel mi dolgozunk, és ami az én doktorim is, meg az olyanak is a doktori munkája benne van, ez a pozícionáló rendszer, tehát ezeknek a műonkamráknak a pozícióját tudja megmérni. Ennek a látható eleme, ami egészen látható. És azért nem mindig látjuk a CMS-es képeken, mert ezt le szoktuk venni,
azért, mert eléggé... Borzasztó érzékenyek. Érzékenyek. Igen. Nagyon kívül, tehát ők vannak legkívülebb, hogyha ezekkel a nagy gépekkel, bármelyikkel valaki elkezd mozogni és neki megy, akkor bizony összetörheti a munkánkat. És ezt hát mi nem szeretnénk. Meg, igen, mert hónapokig kell dolgozni, hogy újra működőképes legyen. Ezek csak látszólag néznek ki nagyon hasonlóan, amúgy ugye minden detektor gyűrű, ugye ezt tudjátok, hogy a detektornak a hordó része az 5 darab gyűrűből áll, minden gyűrűn vannak belőle, ugye az 5 hordónak 6 felülete van, mindegyiken van 6 darab ilyen jószágunk, az 36 darab, és mindegyik különbözik. Tehát az, hogy a kamerák hol vannak rajtuk, az mindegyiken más, nincsenek belőle pótdarabok nyilván, mert ennek darabja nagyjából 20 000 euró. Mert szint szállam. Mert, hát igen, mert hogy ez egy eléggé különleges történet. És most már azért vannak fönt ezek a bicikliváznak a pozícionáló berendezés? Mert zárunk mindjárt, igen. Tehát annyi van, hogy persze megcsúszott a terv, még mindig csak azzal tökölnek a kollégák, hogy az új emeltyűk bekerüljenek, meg működjenek, borzasztó sok munka volt vele, és a másik oldalon a 3 napos munka 3 hetesre nyúlt. Van ilyen. És ha mindjárt zárunk, az Satzfer kb. Mennyi? Jövő hét hétfő. Aha. De nem ezt az oldalt, a másikat. Oldalt. Ez egy héttel később. Mennyi látod az egyszerűbb meg? Úgyis ott fogsz dolgozni ma délután. De látjátok, hogy milyen hosszú a hordó rész. Tehát ez az 5 gyűrű. 2,5 méter egy gyűrű. Igen. És az eléggé szimmetrikus, az látható. Igen. Na most azért van ez az orr, ezen a endcap pléten, mert hogy ez tulajdonképpen befér oda, majdhogy nem hézagmentesen, a mágnesbe. Na, azt nem szeretjük, hogyha hézagmentes, tehát... Jó, igen, tehát valóban. Kell, hogy legyen hézag. Igen, ez is a mi dolgunk, hogy ezt mérjük. Ez egy relatíve új projektünk. Úgyhogy ezen dolgozunk most egy nappal átéve, hogy ott, ahol a nózba átjön a nyalápcső, oda raktunk föl most szenzorokat, és azt fogjuk mérni, hogy mennyire szimmetrikusan mozog. Ez lesz a mostani történet, ezen dolgozunk nagyon a Noémivel, meg azzal a mérnök fiúval, aki ennek a mechanikai oldalát tervezi. Mi a elektronikus részért, detektorokért, meg ennek a kiértékeléséért vagyunk felelősek, meg az integrációjáért. Van egy kérdésem. Felmenjek, vagy lemenjek? Is. Először fel. Is. Jó, akkor okay. Megkaptad a választ. Akkor megyek. Picit inogni fog a kép. Nem baj. Csak el ne esd a kamerát, a többi nem számít. Tomász? Egy mindjárt fölfele. Hát a lépcsőn megy fölfele a Noémi, ez nem azért annyira asztal. Tehát, majd az, amit tervezek, az lesz az asztal. Se tudja, Zoli, mit tervezem? Szeretnék egy robotkutyát. Aha. És a főnök kezd ráállni. A robotkutyus fog mászkálni föl? Igen. Nem a kamerával, vagy nem ezzel a kamerával, hanem hát a terv az, hogy amikor jár a detektor, akkor is lehessen megnézni, hogy folyik-e a víz, vagy minden rendben van-e, és akkor oda kell küldeni az ebet. És azért kell kutya, azért kell lábas jószág, mert ugye itt lépcsők vannak, itt a kerekes jószág nem jó. Talán ne is lefele, Noémi, hanem fölfele. Mind a kettő, csak jó. Folynom kell. Tehát itt van a feje fölött az a függőleges akna, ami összeköti magát a detektortermet, a fölül levő
marha nagy csarnokkal, ahol építettük ezt az egészet, és ezen keresztül darusztuk be. Hát mi? Dezső, ez mikor is volt? 2006-ban volt fönt a mágnesteszt, és 2008-ra ledarusztunk mindent a föld alá. A ti egységetek volt az első és az utolsó. Hát az mindig így van. Igen. A National Geographic-nak a különleges építmények sorozatában, az LHC építésébe totálisan jól látszik, hogy, hogy ilyen pár centivel nagyobb az üreg, mint ezek a hát azt a Noémi meg is tudja mutatni pontosan, mert a leengedéskor, igen, ennyivel. Tehát ahol, ami most a Noémi felé van, az belül van, az belülre lett építve, ami meg Noémitől távolabb van, az leengedve lett. És látjátok, hogy valami 10 centi van minden oldalon, nagyjából. Tehát itt nem nagyon lehet lengetni. Itt próbálás, kérem szépen. Itt úgy kellett leengedni, hogy az ne lóbálódjon. A zöld izé nem volt ott. És az első mágneseket csak feldén lehetett leengedni. De az nem itt volt. Az az atlaszé. Igen, az atlasznál kellett, mert ott a toroid mágnesek, azok végignyúlnak az atlasznak a teljes hosszán, 40 méter hosszúak. Tehát ott nem lehetett... Nekem úgy érzik, hogy azt a kék eltérítő mágneseket is Nem, azok vízszintesen mennek le, az egy ovális függőleges akta. Ja, jó, oké. Tehát az egy nagyon különleges, soha nem voltam ott, pedig nagyon szeretném megnézni. Úgyhogy, tehát ez a teteje a detektornak, na most egy kulturált kis ajtón lehet átmenni, ez mindig nagyon pozitív, én nem nagyon szeretek mászni sehová, és ez ide például én is fel tudok menni von nélkül. És akkor hát szépen lassan Noémi megmássza a detektort, és ha már ki is tűzhetnél egy magyar zászlót, igen. Na most itt azért vigyázni kell, most nem mennek a daruk, a portáldaruk, az azért le tudja csapni a fejed, tehát itt annyira kevés a hely. Úgyhogy arra itt vigyázni kell. Ez mondjuk egy látvány, igen. Ott láthattuk azok a pici detektorok a végén, amiket Budapest épített. Ti a műonkamrákat pozícionáltátok, mi meg Budapesten dugdostuk a szálakat. Azt a detektorelemet nem látod, mert az el van dugva, most egészen hátra a garázsban. Igen, de a dugaszon valamit belenyomnának? Nem, az is ott van a garázsban. A HF-nek a kaloriméteréről beszélsz. Persze. Ami egy heroikus munka volt. Igen. Tehát azt hiszem, hogy wedgenként volt 11 ezer szál, és minden egyes endben volt 18 wedge, 18 ilyen ék. Igen. Tehát el lehet képzelni, hogy azok a gyerekek, akik ezt a munkát végezték, azok valami hihetetlen melót csináltak, és ez a mai napig, ja, és akkor minden páros szál az végig volt dugva, minden páratlan meg félig. Mert ugye ez az elhatárolása az elektromágneses meg a hadronkaloriméteres résznek. Az egy nagyon szép detektor, de mivel az nagyon kis szögben van a nyalábhoz képest, elég rendesen felaktiválódik. Na most ilyenkor, amikor, meg hát helyet is foglal, ezért ilyenkor, amikor a detektort szétnyitjuk, előtte hát illendően elpakoljuk ezeket a megfelelő garázsaikba. Jó, az az egyik számítógépünk, igen, a 36-ból. Ha gondoljátok, oda mehetek az ajtóba a garázsnak. Beleshetünk. Jó, lessünk be. Csak be kell zárnom az ajtót magam után. Így van, mert ha elhúzzák valamiért, azt el kell húzni, akkor az az ajtó az... Az a üresre nyílik, igen. No. Úgyhogy, ja. Azért van itt lépcsőre. Ezt még én se láttam. Hát ezt még biztos, hogy nem.
mert ez már a jövő detektorának készül. Ja, aha. Az új kábel lánc. Igen. Vagy. Ez a mostani leállás. Van itt egy ilyen plakett, az nem látszik a képben. Ez a mostani leállás terméke. I will do. Okay. Tehát a ganáshoz le kell mennem, majdnem teljesen a földszintre. Egészen a detektor mögé. Ja igen, és akkor itt van a kis ajtó a garázs felé. Igen, de van itt egy ilyen ablak. Igen. Megpróbálok. Várja, az ablak, abban nincsen tábla, ugye? Az csak simán nincsen átmű. Tábla. Így van. Igen, na ez a HF, tehát ez a forward kaloriméter, és emögött a narancssárga izé mögött vannak azok a kaloriméter darabok, amikről a Dezső beszélt. Amiben nagyon komoly magyar munka volt. De nem tudok jobban bemenni. Igen, ez egy radioaktív terület, oda külön passz kellene. Semmiképpen sem szeretném videón megörökíteni, hogy a Noémi betör. Úgyhogy ő így el van zárva, és itt pedig lehet látni a garázs ajtót, ez a sárga. Hát ezt lehet elhúzni. Igen, meg látjátok pedig a detektor végét. Igen, tehát ha bele van zárva, akkor a detektorból ezt a nagy piros felületet lehet látni. Akkor ez az izé nagyjából 10 méterre beljebb van. Igen. Hú, azt a sárga kábelt le kéne már szednünk honnan, nem? Majd leszedjük. Jó. Véglenes kábel. Jó, akkor viszont... Tám feliratot? Láttad a félholdat? Ugye? És azt elvan írva, hogy Pakisztán, ez Pakisztán. Bizony. Ez Pakisztán bizony. Hozzájárulása, tehát amikor ezt a negyedik mágneses falat építettük, ezt nagyjából 5-6 évvel ezelőtt, akkor ez Pakisztán államnak a külön hozzájárulása volt. Hát ők gyártották a vasat. Ez nem csak vas, ez különlegesebb, mint a többi. Ezek vas envelópok, tehát mi az... Ilyen dobozok, amik meg vannak töltve nehéz betonnal. És itt nyilván a betont nem a pakisztániak küldték, azt itt saját jogon bebetonoztuk, de alapvetően ezt a vas szerkezetet, ezt ők gyártották le. Ugye nem triviális a dolog azért, de egyébként nem csak ők... Igen, nem csak igen. Ők járultak, vagy nem csak ezzel járult például Pakisztán hozzá, az összes ilyen barel gyűrűnek a lábait ők gyártották. A többi endcap lemezt, meg azt hiszem a japánok, ha jól emlékszem. Igen, arra talán Kawasaki. Igen, tehát ilyen módon jön össze, mint egy kalákában ez a parti. Ezek célzott hozzájárulások, egy-egy országnak érdeke, hogy ilyen módon járuljon hozzá. Például a barrel alignmenthez, meg ehhez a kaloriméter összerakáshoz, amiről az előbb beszéltünk, ez például Magyarország dedikált hozzájárulása volt annak idején 2006-2010-ben, most pedig van egy újabb dedikált hozzájárulás, ez például a gem alignmenthez, a trackerhez járult hozzá az ország külön pántlikázott pénzekkel. Ez egy nagyon fontos dolog. Jó, Noémi, hagylak tovább dumálni. Jó, ahova itt lejöttem, igazából ezek az ilyen lezáró lemezek, tehát ez se egy darab, hanem ez a hármas, ugye, igen? Igen, ez a hármas. Ott a tetesnek a lába. És az egyesnek igen. A lába pedig annyira az ott meg van még benne. Arrébb van. És itt viszont lehet látni azokat a drótköteleket, ami hozzá van kötve a detektor mozgatásához. Azok ott lenne a légpárnák? Igen, a narancssárga pedig a légpárnak. Csak annyit akarsz mutatni, hogy méretre a gép maga az
a vonszológép az nem egy túl nagy, és itt vannak a légpárnák is, ezért nem kell túl nagy gép ahhoz, hogy több ezer tonnát megmozgassanak. Nem csak ennyi légpárna van, hanem persze van a másik oldalt is. Úgyhogy, azt hiszem minden entket alatt négy légpárna van. Igen, azt hiszem minden entket alatt. Igen, nem kell sokat, ugye egy milliméter bőven elegendő ahhoz, hogy a surlódás az sokat részére essen, és könnyű legyen vonszolni egy ilyen eszközt. Ugye amit ezért fizetünk, az az, hogy mivel légpárna, ezért megúszhat ez a sok ezer tonna, tehát például a túloldalon van egy sín, ami a helyén tartja, és a másik az, hogy folyamatosan mérni kell a pozícióját ennek a vonszolt darabnak, ott te most nem fogsz átmenni. Nem, folyamatosan, másik oldalra megyek. Igen, folyamatosan mérni kell a pozíciót, azért, hogy hát itt ne legyenek felütközések sehol sem. De hogy lehet ezt 10 milliméter pontossággal irányítani? Úgy, hogy nagyrészt 1 centin belül be tudod tenni, tehát ez annyira pontosan berakható, a maradék néhány millimétert meg ilyen alátétezéssel, angolul shimmingeléssel lehet csinálni. Maguk az összes ilyen endcap meg barrel gyűrű, az a végső pozícionálásnál egy ilyen zsírágyban mozgatható cuccon van. Azt a Noémi a túloldalon meg tudja mutatni, a barrelnél tudom, hogy hol van ez. A lábakon. Igen, az a szürke színű valami, azzal még lehet pozícionálni szépen milliméter pontossággal a gyűrűket egymáshoz képest. És szerintem itt pont látszik az alátett lemez. Igen, a függőlegesbe simingelsz, a vízszintes meg látod, hogy mennyire el van mozdulva? Tehát ahhoz, hogy jól be lehessen állítani. Nyilvánvalóan ez a történet egyáltalán nem triviális. Hát ott nem tudom, mennyire adja vissza a kamera, hogy látszik, igen, hogy ez nem látszik, hogy ott azért két blokk van alatta, vagy nem is kettő, négy shimming van alatta. Sok van, igen. És hát el van úsztatva az Z-irányban is az egész, hogy jó legyen. De igazából ugye néhány milliméteres a pontosság az összerakásnál, utána már az alignment rendszerek, ugye a track base leginkább, ami megmondja, hogy állnak a detektorok egymáshoz képest. Tehát nem egy bizonyos szinten túl már nem szabályozunk, hanem mérünk és figyelembe veszünk. És egy pillanatra csak egy kis játékot akarok mutatni, ahhoz elő kell készülnöm. Én hoztam le magammal, ezek teljesen normális gámkapcsok, nem ragadnak össze. Uh-huh. És ugye mondtam, hogy minden, ami piros, az vas. Pirosra van festve, az vas. És hát ugye azért nincs bekapcsolva a mágnes, mert akkor nem lehetnék itt, és nem állna így a detektor. De valamennyi felmágnesezés azért van. Hát ez persze, a remanens mágnesesség, ami van. Persze azért csalok. Én is, mert ha ide rakom... Hát az élen megmarad, de a síkon már nem, igen. De hát ezt azt tudjuk, azt ezt középiskolában tanítjuk, hát a remanens mágnesességet. Na most, hogyha megy a mágnes, akkor egész komoly villáskulcsokkal tudjuk ugyanezt a műveletet megcsinálni. De egész szép dolgokat össze lehet hozni. Igen. Nem ejtjük el. Meg amikor megy a mágnes, ezt a kint a sárga ajtónál szoktad megmutatni. Tehát 7 méter betonon meg vason túl is tudja ugyanezt. Ha pedig be lehet jönni, akkor pedig egy sima villáskulcsal. Igen. Hát akkor megy, akkor mennek a Skander bajnokság beindul, mert a villáskulcs az szeret beállni a mágneses erővonalak irányába, és hogyha nehéz az a villáskulcs, akkor lehet vele küzdeni. És főleg hogyha
ha az ember végigmegy így a detektor mentén, mert ugye itt van egy gyűrű, és ahogy megy át az ember egyikről a másikra, akkor picit csavargatja, változik egy picit a tér. Igen, igen, igen. A kulcs csomó a zsebemben, táncolni szokott meg. Vannak érdekességek. Ezeket általában nem adja vissza a virtuális vizit, mert hát ugye nyilván ti nem látjátok az erővonalakat. Mert hát ugye nem az a cél, hogy itt, ahol állok, legyen homogén tér, hanem ott bent a detektoroknál. Igen, igen, igen. Ja, és itt pont most, ahol látok, felkapcsolom a lámpámat. Ott van az egyik. Ott van az egyik eszközünk. Így a két gyűrű között. Hát mi általában ezekben a terekben élünk, nem a legegyszerűbb utat választjuk. Kérdések vannak-e? Kérdezzetek, tanárok. Ez mindig annyira ciki, amikor így mondják, hogy te tessék kérdezni. De addig persze, én is provokatőr vagyok. De addig elmondom, hogy azért nem ez a legalsó szint, van még lentebb. Igen, nem ez a legalja, van még lejjebb is. Tehát a detektor alatti világ, ahol a gáz megy, meg ezek a láncok, amiken a kábelek mennek a mozgó vílekhez, az még nagyjából egy olyan 3 méter, és akkor nekünk így jön össze a 100 méter. Ez a földszinti világ, ez 97 méteren van. Most a Noémit oda már nem akarom leküldeni, mert ott eltűnik a hálózat. Tehát meg annyira nem érdekes, én sem szeretek oda menni. Úgyhogy marad ezen a szinten. Zoli, amikor mozgatják ezeket a gyűrűket, akkor a kábelekkel mi lesz? Tehát hogy lehetne, az opánál úgy oldották meg, hogy ráakasztották az elektronikát tartalmazó barakkokat. Ezek ja, igen, igen, igen. Tehát az Opálnál be lehetett menni akkor is, amikor mért a berendezés. Én vezettem még úgy túrát a Delfin keresztül, hogy így átmásztunk a Delfi kísérleten, és akkor kérdezték a látogatók, hogy mikor van ütközés. Hát mondtuk, most. Itt nálunk ezt már nem lehet megcsinálni. A kérdésedre meg az a válasz, amit látsz. Tehát a kábelek ilyen nagy kábelláncokon vannak bekötve, tehát nem közvetlenül a mozgó gyűrűkről mennek ki a service cavern felé, hanem először egy ilyen hosszú láncon, és utána vannak kiadva. És ezért folyamatosan ezek mozgathatók, anélkül, hogy ki kellene kötni azt a néhány ezer kábelt. Mert nagyon nagy buli lenne mindenki. Az egyetlen kivétel az ez a középső gyűrű. Hát igen, mert az nem mozog. Igen. Hát azt nem szoktuk mozgatni. Elvileg tudnánk. Volt is szó róla, hogy meg kéne kicsit mozdítani 1 milliméterrel fölfele. Aztán szóltak, hogy hát vannak ott vákumcsövek is, ugye, amikor mágneshez mennek, azok nem bírnák az 1 millimétert, de a kábelek bírnák minden probléma nélkül. Ez azért kellett, mert a LHC tunnel az úgy viselkedik a kőzetben, mint valamiféle buborék, és elkezd fölfele menni. Most ezt úgy értsétek, hogy néhányszor 10 mikron per év. Tehát nem valószínű, hogy a mi életünkben ez felbukkanna a föld felszínre, de azért ennek van valamiféle ilyen fluid dinamikája ennek a dolognak. A mi föld alatti üregünk, az szintén egy buborék, de jó le van súlyozva a detektorral, és ez nem mozog. De ezt lehet mérni, a földmérők szokták ezt rendszeresen mérni, meg publikálni ezeket az adatokat. A mi detektor üregünk az nagyon szépen egy helyen marad, de a gyorsító az elkezdett fölfele mászni. És hát nyilván ezt le kell követni majd a detektor pozícióval. És azt hiszem, rá van tolva. Nem, itt van a referenciapont. Igen, ez még vagy 20 méterrel lejjebb van, tehát le van ütve valamilyen acélrúd, és az ahhoz képest lehet mérni a föld alatti üreg helyzetét. És ugyanilyen van az LHC-ban, és ilyen referenciapontok, mindenhol végig. Meg mindenhol, igen. Fel ne bukjál a rélbe. Nem bukok fel.
De itt vannak a sinek. Igen. Hát, több kollégám felbukott már benne. Hogy... Na, hát ezek ilyen szép képek. Te olyat tudod mutatni, ami nézi ezeket a feketén elhelyezett vája, a kamerák, azok... A kamerák vannak ezeken a fekete izéken, és a ledek vannak, azok pedig a detektor kamrákon. A ledet lehet, hogy a Noémi meg tudja mutatni, mert eléggé nehézkes ilyen fényviszonyok mellett. Várjál, olyan helyen mutasd, ahol nincs kamera. Ja, igen. Tehát az a kamera. Ilyen, igen, ezek néznek be ezekbe a csövekbe. És hát... Okay. Jó, hát akkor ez a hit alapú. Várjál. Várjál. Ha lenne benne elem. Igen! Tehát ezek a csövek a detektor elemek mentén, ezek nekünk vannak fenntartva, és ott láttatok benne, most már annyira nem látszik, mert nem oda fókuszál a kamera, de két ilyen lábat, amin ilyen pöttyök voltak, igen, most. Ezek nagyon pontosan lekalibrált optogeometriai, vagy optomechanikai referencia testek. Mi csak villárként hivatkozunk rájuk, mert nincs kedvünk kimondani ezt a hosszú kifejezést. Ezeket mi terveztük, ezeken ledek vannak, amik világítanak, ezek pozícióját 15 mikron pontossággal mértük meg Debrecenben, és ezekből a villágból van 1100 darab. Tehát ez is egy egész nagy meló volt. Majd ezeket a villákat hozzámértük a kamrák referencia pontjaihoz. Így van, ez egy szép kép. És akkor így viszont tudjuk, hogy a kamrák hol vannak, és nem csak a kamrák, hanem a kamrákon belüli anód drótok. Ez egy fontos dolog. Ilyen módon tudjuk megmondani, hogy a kamrák egymáshoz képest hogyan állnak. Na most van egy másik módszer, amit úgy hívnak, hogy track-based alignment, tehát amikor végig szalad a műon, akkor a műon pálya mentén is össze lehet rakni a detektorokat. Azt használjuk magához az analízishez. Ez, amit meg mit csinálunk, ez pedig ezt az egész műon track-based alignmentet tudja limitálni, hiszen az ugye örökli a tracking algoritmus hibáját is. Úgyhogy érdekes a mi dolgunk, kicsit olyan, mint az életbiztosítás. Ha hát, általában ezt az adatot szükségere. Nem használjuk, igen, de hogyha valami gebasz van, akkor rögtön hozzánk szalad mindenki. Úgyhogy ilyen ez. Amúgy itt életben ezen a kell kamrán, tartanunk. Amúgy igen? A kamrán, csak az, hogy hol van az érzékelő rész, az ez a réteg, meg itt ez a felső réteg. A belső kamrák, tehát amik meg följebb vannak, azokon meg három ott ilyen réteg három van. Azt nem tudom, hogy látszik-e. Hát nem nagyon. Hát nem. Hát igen, de a legtetején még. Nem, itt van a harmadik. Látjátok, ez egy kicsit arrébb van. Ez azért van, mert az a harmadik az úgynevezett theta layer, tehát ő a normálisan a szála a képernyőre merőlegesen állnak, fönt meg a lenti kamrában. Ugye ezzel az úgynevezett phi szöget tudod megmondani, ez a, vagy a bending plane-be való mérést tudod csinálni, de hát azért azt is kell tudni, hogy Z-ben, tehát a megint csak a képernyő sikrára merőlegesen, hol van ez a részecske, és az pedig az úgynevezett theta layer fogja megmondani. Így lesz háromdimenziós a mérés. És amit nem szoktunk látni, az a gázcsövek itt. Igen, azért nem vagyunk az összes sarkon. Nagy feszültség, mert... csatlakozó. Igen. És hát rengeteg kábel. Rengeteg kábel. Ezek közül néhány meg a milyen is. Mutassak még valamit? Még azt a függőleges saknát még megmutatom. Ja, igen, ahol a lift van.
Igen, tehát, mert... Ha most előre néztek, ott láttok egy ilyen betondarabokból összerakott valamit, na az a dugó. Azt szoktuk betolni abba a lukba, ahol a Noémi átjött, és akkor le lehet szépen tényleg hermetikusan zárni az egyik üreget a másiktól. És akkor, ez a liftakna ürege, a liftakna az itt van hátam mögött. Hát, hogy fölfele, tehát a képernyőn most már balra fölfele. Kicsit, igen, 12 óra irányban van. Ha nincs több kérdés, meg kérés, hogy akkor elkezdek felfele menni. Szerintem lassan gyere föl. Dezső, Éva, van-e még valami kérésetek onnan, ami kifejezetten magához a föld alatti ürekhez kötődik? Nekem nincsen. Fantasztikus volt. Én még nem láttam ilyen aspektusokban. Tehát fantasztikus. Hát igen, mert ide nem szoktuk beengedni a látogatókat. Igen, csak még virtuális viziten sem láttam ilyen mélységet. Ezt a... Aha. Kicsit többet kéne virtuális vizitálnunk, nem? De... Úgy, de vitriolos vagyok. Oda menni, és élőbe szeretem látni. Hát de te ide nem jöhetsz be, ahol most a Noémi van. Tudom, persze. Tehát ez a többieknek megy, mi az Évával szeretünk itt csipkelődni, azt azért tudnotok kell, hogy ahhoz, hogy a Noémi oda mehessen, egy halomvizsgát le kell tennie méghozzá rendszeresen, dozimétere van, engedélyei vannak, tehát ide egy átlagos, normális látogató azért nem nagyon jöhet be ezekre a pozíciókra. Nem csak látogatók, fizikusok sem, például engem se engednek már be, mert nem ismételtem meg az önmentő vizsgában. Hát de ső... A self-rescue mask, igen. A self-rescue mask, bizony. Hát tehát rendszeresen szórakoztatva vagyunk, meg a macska fel van mászva a fára, tudom. Tehát rendszeresen szórakoztatnak minket ilyen biztonsági vizsgákkal, meg biztonsági dolgokkal. Most nekem is valami le fog járni nem sokára. De azt hiszem a tűzoltó vizsgám, igen. Úgyhogy csinálnom kell majd valami ilyesmit nekem is, mert különben úgy kitiltanak onnan, mint a sicc. Mint engem. Jó, csak Dezső, én ebből élek. Tehát... Én ezt túlélem, főleg, ha nem megyek oda. Igen. Hajnalkának van kérdése. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen orvosi kivizsgálásokat is kell rendszeresen abszolválni? Mivel dozimétereket, tehát dozimétert kell kapnunk, ezért rendszeresen orvosi vizsgálatot kell a kiküldő intézetünkben csinálni. Tehát az ottani sugárvédelmi is követeli meg, nem is a CERN, a sugárvédelmi is követeli meg a sugárvédelmi vérvételt. Meg hát olyankor persze az ember elmegy az orvoshoz, és akkor én ugye hát látjátok, hogy hát nem éppen egy apró ember vagyok, mármint hogy nem a testmagasságomra, hanem inkább a másik két dimenzióra nézve. Hát én mindig megkapom a speech-et olyankor, hogy kövér vagyok, és meg fogok halni. De nem a sugárzástól. Nem a sugárzástól, hanem majd a szívem segít, átsegít. Vettél már ellipszis trénert, Zoli? Nem, de most járok egy helyre, ahol van, és már nézegetem már egy fél éve. Egyébként az egy egész kedves dolog. Az ellipszis, te nekem is van ott. Na, legközelebb rákéreckedek. Nem most gyógytornára járok, úgyhogy. Az is jó. Az is jó, bizony. Hú, nagyon szágoldozik fölfele. Bizony, látjátok, hogy csökkennek a méterek. Ez számolt adat egyébként, ez a látogatók szórakoztatására van. Alapvetően ez nem mért. És akkor most itt fent van a felszínen, mindjárt kijön a Iris kapun, a beléptető kapun, és hát csatlakozik hozzánk. Majd a posztert mutasd meg, a CMS posztert szerintem, mert... Jó. Azon ti is rajta vagytok, te vagy háromszor, Zoli.
Én egyszer vagyok rajta, viszont középen. De volt egy többször is rajta volt. Igen. Ez már egy újabb verzió. Ja. Hál' Istennek itt már kevesebb van belőlem. Tehát van egy kollégánk, aki művész is egyben. Most már inkább művész, mint kolléga. Én baromi jó fej, imádom. És ő csinált egy ilyen posztert sok évvel ezelőtt, egy nőnapra egyébként azt hiszem, ahol a betűk, azok a lányok fehér vagy világos háttér előtt fotózva, a fiúk meg egy sötétebb háttér előtt vannak jó részt, és hát azt be kell vallani, hogy egy karácsonyi bulin a első meg a második pohárbor között lettünk fotózva, úgyhogy hülyéskedünk már rendesen. És hát valahol ott vagyunk mi is középen a Noémiben. Ugye a srác az egy nagyon, nagyon, nagyon szeret minket, meg mi is szeretjük őt. Egy osztrák, egy bécsi osztrák srác egyébként. Van, hol vagytok? Igen, ő a srác, ő a bűnös. De mi is középre tette magát, rendesen. Ugye te odolítál valaki? Igen. Ott a technikai koordinátor, az Austin. Noémi. Várjál. De én ezt jobban szeretem, ezt a képet. Ja, igen, ez egy jó, ez tényleg egy jó kép. És ott van mind a kettő rajta vagy. Igen, és ott vannak a földmérők, egy kedvenc mérnökünk, a mellettem áll éppen a legrendesebb technikus, akit valaha láttam. Nem is technikus, ő az én gépészmérnök egyébként civilben. Úgyhogy ez a másik sár. Igen, ő egy nagyon jó technikus, szintén. Ezen úgy azt értsétek a technikuson, hogy oda megyek valami hülyességemmel hozzájuk, hogy nekem mi kéne, és két nap múlva, amikor visszamegyek, egy sokkal jobbat csinálnak, mint amit én képzeltem. És persze. De még várjál, még vannak, van még olyan is, ami, ahol nevek vannak, de az 2006-os? 2005-ös, azt hiszem. 2005-ös, 6-os. Ott pedig, emlékplakettet készítettünk, amire föl lehetett iratkozni, és akkor rajta van például Magyarország, így van, a három intézet, ami részt vesz, ugye az Atomki, akkor még KFK-i volt, nem volt még Wigner a neve, és a Debreceni Egyetem. Ugye ez a három volt, aki benne volt. Is. Most már az ötvös. Most már van ötvös egyetem, most és már van Gyöngyösről, igen. Eszterházi hozta azt? Eszterházi Károly Egyetem van, milyen neve van? Én azt hiszem, hogy már az sem. Tehát most már valahol máshova vannak hozzácsatolva, tehát már nem Egerhez tartozott. Igen, de most Eger egyházi lett, nézzétek csak, Horváth Dezső. A Horváth Steve-et is ismertük. Igen, a Horváth Steve-et is ismertük egy egészen más irányból. Köszönöm. Még ha van-e valami szakmailag, mert mi detektorépítésben vagyunk, Zoli. És tudom, de hát köt a ragasztó, nem? Itt az asztalon látjátok, a szártekerés előtt vagyunk, és minden... Na várjál, leteszem a képeteket nagyba, és akkor igen, ja. akkor látom is. És mindenki... Várjál! Itt van nálatok, különben a laborba, az a jó. Amit akarok mutatni, jobb lenne, ha itt lennétek. Remélem már jövőre már lehet. Muszáj. Ha már drótkamra, akkor ez a barel belevő. A DT. Pirosra, ki van. Azt. Igen. Pirosra, ki van húzva a szála. A kolléga megpirosította azt a vékony Wolfram szálat, ami nálatok is körülbelül ugyanakkora, aha, csak hogy látható legyen. Tehát ő nem sokszálas proporcionális kamra, hanem drift csöves, tehát. Igen, egy szálas. Ennyi, egy. Igen, csak közös a gáz volume, a gáztérfogat, de igazából azért az elektromos szempontból különálló csövesnek számít. És akkor ott lehet látni, hogy hogyan működik a drift. Aha. Meg az, hogy ugye ez a kamra olyan kamra, ami pontosan tud mérni, tehát itt nagyon
nagyon ki van találva, hogy hogyan vannak az elektromos terek, az ott kicsit lejjebb látszik. De nagyon ki van számolva mindenféle ilyen, tehát az, hogy hogyan néz ki, és hogy lineáris legyen a tér, hogy ne nagyon változzon a drift idő attól függően, hogy hol van a, mármint, hogy lineáris legyen a drift idő. Na, hülyeséget beszélek. Igen. Ami nálatok nem teljesen igaz, de hát más is a cél. De akkor, ha már itt vagyok, akkor itt van a kristály, a kristály-kaloriméter, igen. És hát, amit, hát meg tudom mutatni a szilikondetektort. Szilícium magyarul. A szilícium, bocsánat. Igen. Ekkora felületek, csak tedd már mellé a kezed, hogy lássák, hogy körülbelül mekkora egy felület. Ilyen tenyérnyi szilíciumlapok azért ezek. Eszméletlen finom szerkezettel. Hát itt azt hiszem valami 150 mikronos kiolvasások vannak. Tehát gondoljatok bele, hogy tenyérnyi felületen, és ezek nagyon spéciószágok, még mindig. És hát a pixel meg aztán végképp a non plus ultra. Jó, és amit még akkor érdemes megmutatni, az pedig, ami nem hiányzik a mágnesünkből. Igen. És igazából ezek a picik a szupravezető. Igen, tehát az a niobium titán szupravezető anyag, és amit körülötte láttok, az alumínium. Kétfajta alumínium a technológia kedvéért, de igazából arról szól a dolog, hogy amikor szupravezetünk, akkor az alumínium szigetelő. Ez egy kicsit bizarr mondat volt, ugye, mivel a szupravezető anyag ellenállása nulla pontosan, ezért minden más szigetelő körülötte. Viszont amikor hirtelen elkezd nem szupravezetni az anyag, akkor ugye bekapcsol az alumínium mellette, tehát nem lesz túl nagy az ellenállás, nem lesz, valamivel kevesebb lesz a disszipált hő. Ugye a quench, amiről beszélek, az tulajdonképpen pillanatok alatt pozitív visszacsatolással elpárologtatná az összes héliumot maga körül, aztán elindulnánk a Holdra. Tehát ennek az egyik ilyen biztonsági eleme, az pontosan ez az alumínium, ami körülötte van, nagyon tiszta alumínium. Meg a másik dolog, hogy erősen össze kell préselni a szupravezető. Igen, igen, igen. A quench az nagyjából abból következik be, hogy ezek a szupravezető szálak, ezek egy picit el tudnak mozdulni egymással. Ha mechanikusan jól összepréseljük, akkor ennek kisebb lesz a mozgástere. Ez körülbelül olyan egyébként, mint amikor elmentek egy nagy trafó mellett, és halljátok, hogy zúg 50 Hz-el. Ez a zúgás, ez pontosan abból ered, hogy a mágnesnek a tekercsei, azok picit mozognak egymással. Hát Zoli, nagyon szépen köszönjük. Jó, Noémi mindjárt visszaér hozzánk, igen. És akkor szenzációs. Szerintem akkor lesz a wrap-up. Szenzációs. Jó, Noémi ki is kapcsolta a kamerát, mindjárt meg is érkezik mellém. Így van. Húzzál egy széket, meg adom a füled. Ó, szerintem nem baj. Nem baj, itt a füled. Jó. Akkor most már Noémi is hallja. Jó. Miért? Eddig nem hallott a Noémi? Amit... De csak átállt ugye a mobilrendszerről arra a hangrendszerre, ami mi vagyunk. Itt mi pontosan azért, hogy ne zajongjunk, mi fülesekkel vagyunk, mert nekem is van valami, az a másik füle. Nekem is van itt egy füles. És milyen címmel rakott fel a YouTube-ra, Zoli? Meg fogom neked írni. Egyébként van egy YouTube csatornánk, a CMS Virtuális Vizit, ott fog ez megjelenni, az összes többi mellett, amiket most már pakolgatunk ki. Én fel fogom tenni a linket a mi indikó page-ünkre, meg elküldöm nektek is, hogy fel tudjátok tenni a tanári indikó page-re is, a tanárprogram indikó page-re is. Nem csináltunk indikó page-et. Akkor meg majd tudod körözni a tanárok között. Meg fogjátok kapni néhány órán belül
a linket. Tehát nekem egy kicsit kell rajta... Éppenséget csináltok. Parancsolsz? Éppenséget csináltok egy indikó pécset, aki nem merült föl bennünk. Nem, most nem tudom, az idén hogy csináljátok? Tehát vannak előadások, vagy... Nincs, vagy csak építés van. A detektor tartottunk egy előadást, hogy lehessen tudni, hogy mi az, amit építeni fognak a gyerekek. Volt egy előtalálkozónk novemberben. Na, aha. Ott volt ilyen CERN-bevezető előadás, meg egy kis mézes madzagra húzás. Most a detektorokról, mivel hogy detektort építenek, de összesen a 22 tanárból most 9 van itt, akik tudták vállalni ezt a kétnaposat. De ugye az itt lévő tanárok pontosan tudják, hogy nem ez a normális menet. Ugye? Tehát, hogy... szeretnék, ha 22-ben kipróbálhatnák. Így van, így van. Tehát erre szeretnék mindenkit kapacitálni innen is, hogy tehát elmondani először is, hogy nem ez a normális, ami most van, ez még mindig a Covid-nak a szerencsétlensége. Normálisan egy tanárprogram az úgy néz ki, hogy itt vagytok velünk, és amit most a Noémi elmutogatott, legalábbis a Visitor platformig élőben megyünk el, és élőben beszélgetünk, és van egy halom nagyon jó előadás részecskefizikáról, kozmológiáról, részecskefizika alkalmazásairól, és egy egész, hát ez 5 napos szokott lenni mostanában a tanárprogram. Doli, kisétálnátok oda, ahol a CMS életnagyságú képe van a platformon? Visszakapcsolod? Visszakapcsoljuk. Mondja a jobb opa, hogy a de el fogom veszteni a hálózatot. El fogja veszteni a hálózatot a Noémi, de nem baj, onnan biztos, hogy lesz hálózata. Aha. Hogy ahogy ő visszakapcsolja, akkor addig hát beszélgessünk, mert az még 2-3 perc. Nem baj, örülünk, hogy itt vagyunk veletek egyébként. Mert... azt mondja, hogy volt már magyar csoport itt a Covid óta. Hogy van most a virtuális vizit? Vagy a normál vizitek vannak most? Normál viziten biztos, hogy itt nem volt senki tavaly március óta. De ezt vitték őket, Zoli. Azt lehet, azt lehet. Ez két héttel ezelőtt volt körülbelül. Egy magyar csoport. Igen, az lehet. Én nem tudok róla, mert engem nem avattak be, igen. De az most már működik, a szinkrociklotronos történet működik, a Microcosmos működik, jó? Noémi, szerintem... tudom, a Globe is működik, és kész. Igen. Egyébként mi azért nem működünk, mert nálunk azt a kis liftet, amit mondtam, ahol menekülni lehet, azt éppen felújítják. És úgy gondoljuk, hogy nem célszerű, nem biztonságos, hogyha, illetve biztonságosnak biztonságos, de ha beüt a main queue, akkor nagy baj van, nem tudjuk kihozni. A CMS főépületéből, és megkerüli, hogy beüt a platformra, ahonnan leengedték a detektor elemeket. Azt fogjuk most majd látni. Ott van egy... mit tudom én, úgy emlékszem, Zoli, hogy 1,5 méter vastag fedeje. Három is van az. 3 méter vastag van. A fedő, igen. Azt most oldalról fogjátok látni. Arra viszik rá a detektorelemet, légpárnával megemelik a daruba, és kihúzzák a fedőt. Igen, de nem azzal a daruval, ami itt van, hanem volt erre külön bérelt darunk, ami meg tudott emelni 2200 tonnát. Igen. Volt, látjátok, ott az a vas beton, inkább vas, mint beton elem, amit be lehet csúsztatni. Na, én mi szerintem fölé emelheted, igen. Igen. Tehát ott van az a... Látjátok, az a vastag izé. Igen. Az csúsztatható, az becsúsztatható a luk fölé, és hát ugye a 2200 tonna miatt olyan teherbírása van, hogy mi komplett partikat szoktunk tartani rajta. De volt már rajta balett előadás, meg kiállítás, meg egy csomó minden jó dolog. És hát amit ott látok, az az életnagyságú posztere a kísérletnek. Amikor nem tudjuk levinni a látogatókat, mert éppen mérünk, akkor ide szoktuk elhozni őket. Akkor nyilván be van csukva ez a fedő, tehát egészen oda lehet menni, lehet rajta fotókat csinálni, jellemzően a tanárprogramos fotókat ott szoktuk csinálni.
Na és itt a luk. Ott meg a luk fölülről, amit a Noéminek szigorúan tilos lenne így mutatni, de hát... Mert ugye bármi beesik, az alul nagyot üt. És ott most azért dolgoznak. Sisakban ugyan, de... Hát semmit nem ér egy 100 méterről bezuhanó mobiltelefon ellen. De ez még én a kerítés felett vagyok. Tudom, de azt nem... szabad. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy ez egy, tehát ha megfordulsz és megmutatod ezt a... Ez egy hatalmas nagy csarnok. Itt építettük föl a detektort, és darusztuk be egyenként a 13 elemet. Ez nem azért volt így, mert meg tudjuk csinálni, nem azért volt így, mert amíg a detektort építettük, addig lehetett csinálni a föld alatti üreget. És a két dolog mehetett egyszerre időben, mert hát ugye nem lehet végtelen ideig építeni az LHC-t sem, meg a kísérleteket sem. Egyébként ez is egy lényeges különbség volt a CMS meg az Atlas között. A CMS nagy részét föl elkészült és kekegtettük, az Atlas teljes egészében elrakták össze. Igen, viszont folyamatosan üzemelték be. Igen. Tehát ott is, ami már bekerült, azt elkezdték beüzemelni. Az Atlasznál más trükk volt, tehát ugye, ahogy Dezső elmondta, azt az Atlaszt a föld alatt építették össze, viszont az üregnek a tetejét még akkor megcsinálták, amikor alatta ment a lep. Ott az volt a mérnöki bravúr, hogy elkezdték úgy építeni ezt az üreget, hogy még ment alatta a másik gyorsító. Egyébként az a döbbenet, hogy tudták kompenzálni a mágneseknek a pozícióját, magasságát azzal, hogy relaxált az alagút. Igen. Üzemelt folyamatosan mikropontossággal találkoztak az elektromokat, miközben ásták ki a gödröket, és emelkedett az alagút. Igen, igen, igen. Hát jó, hát akkor köszönjük szépen, gyerekek, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük nagyon. Hát egészségetekre váljék. Nagyon aranyos. És hát remélem, hogy minél hamarabb találkozunk élőben is. Hát egy év múlva. Leghamarabb. Igen. Hát vagy hoztok látogatókat. Na ez az. Hát ha látogatókat, lehet menni. Igen, majd ha még lehet. Szerintem nincs nyitva a felület. Vagy lehet már fogva? Mondom, mi októberig biztos, hogy nem vagyunk nyitva. Október után meglátjuk, hogy milyen lesz a negyedik hullám. Hát igen. Az mindenki. Igen. Mi minden esetre már le vagyunk oltva, meg elég sokan a kollégák közül. Azt hiszem, hogy mindenki a kintre. Be vagyunk. Igen. Igen, igen. Hirdessétek, minél több ember lesz beoltva, annál kisebb lesz a negyedik hullám. Igen. Na. Jó, köszönjük szépen. Örültünk nektek, sziasztok. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok. 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 Sziasztok.